Olvasztják, fújják, húzzák, csiszolják, gravírozzák az üveget Parácsasváron. A műhelyben mindenki minden munka folyamathoz ért. Gyártanak többek között poharat, vázát, üvegtojást, csészéket. Ebbe a gömbül majd a segéd, aki fújja majd ki ezt a nagy kelyhet, abból fog keletkezni. Az üveg forró, 1200 fok körüli. A műhelyben dolgozó szakemberek az üveg színéből is meg tudják állapítani, éppen hány fokos. Másodpercek alatt kell egy-egy részmunkát elvégezni. Az anyag nem engedi a lazsálást. Az üveg az egy olyan anyag, ami egy bizonyos idő után már nem hagyja magát dolgozni. Ebből a folyékony üveggömbből lesz a talp, minden kézzel készül, a csiszolás is kézi munka. 2006-tól dolgoznak a tulajdonosok azon, hogy ismét beinduljon az üveggyártás Parácsasváron. Úgy gondolják, ipartörténelmet is írnak, hogy nem hagyják kihalni itt ezt a mesterséget. Több mint 300 éves hagyománya van a faluban az üveggyártásnak. Ezt szeretem, gyerekkorom óta ezt csinálom, és ezt szeretem csinálni. Igazán. A kisszériás üveggyártás beindításához többször is pályáztak. Először 2008-ban nyertek az épület bővítésére, majd 2012-re alakult át úgy a pályázati rendszer, hogy az ügyvezető szavával élve földi halandók is tudtak sikeresen pályázni. Ebből a pénzből korszerűsítették a 70-es években épült kemencét, elkészültek a gépészeti berendezések, így idén el tudták kezdeni a termelést. 8 embernek tudunk munkát adni, ezzel a beruházással tervezzük további bővítést is, és gyakorlatilag 2013. januárjában a 305 éves legenda, a parádi üveggyártás az újjáért. A forma és a minta a hagyományos parácsasvári, az anyag ólommentes kristályüveg. Ebben is a hagyományokhoz ragaszkodtak, ez ugyanis tapintását, fényét tekintve hasonlít az ólomkristályhoz.